Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják! Mai adásunkban elsőként a Nyári impressziók című kiállításról számolunk be. Ezt követően pedig a nagy népszerűségnek örvendő Miénk a tér elnevezésű programról készített összefoglalónkat láthatják, melynek keretében az idei esztendőben is változatos színpadi és térprogramok várták az érdeklődőket. Végül pedig a Rizs Levente Sport és Rendezvényközpontba látogatunk, amely helyszínen tartotta idén évzáró koncertjét a Concerto Filharmónia zenekar. Tartsanak velünk! A Rákoshegyi Közösségi Házban májusban nyári impressziók címmel nyílt kiállítás, amely az 53. Gyulai Nyári Művésztelep és a Rákosmenti Kísérleti Művésztelep 15 alkotójának munkáit mutatja be. A tárlatot Rácz Katalin képzőművész nyitotta meg. Az eseményen dalokkal Kis László népzenész, versekkel pedig Lakatos József Péter működött közre. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Szabó Tiborné és Hatvani Zoltán önkormányzati képviselők is. Nyári impressziók címmel nyílt kiállítás a Rákoshegyi Közösségi Házban, amely tárlat az 53. Gyulai Nyári Művésztelep és a Rákosmenti Kísérleti Művésztelep alkotóinak munkáit tárja a közönség elé. A megnyitott dalokkal Kis László népzenész működött közre. Ha tudnám, hogy miért vakít a fény, mire jó a vak sötét, bár csak megérteném. Ha tudnám, hogy sok folyó miért dönt le gátakat, mert annyi mindent szeretnék, ami jó, de nem szabad. A tárlat anyaga egy válogatás Ádámfi Pál, Balázs Zoltán, Bodor Zoltán, Ferenci Zsuzsa, Horváth Ildikó, Kacsó Péter, Kelemen Dénes Lehel, Kenesei Zsolt, Lakatos József Péter, Orosz Károly, Pál János Erzsébet, Pető Anikó, Rácz Katalin, Szakál Ágnes, Tömpe Emőke és Vancsura Rita munkáiból, melyek 2022 nyarán a gyulai és a káptalanfüredi művésztelepeken készültek. A festményeket, rajzokat, fotókat és kerámiákat bemutató kiállítást Rácz Katalin képzőművész nyitotta meg. Ezek a művek tükrözik annak a két művésztelepnek a sajátosságait és lehetőségeit, aminek alkotó közösségeiben munkálkodhattunk Gyulán is és Káptalanfüreden is. A telep számunkra azt jelenti, hogy egy kis időre kiszakadunk megszokott környezetünkből, elhagyjuk a komfortzónánkat, és egy merőben más környezethez, új kihívásokhoz kell alkalmazkodnunk. A művésztelep pedig a művészi alkotó munka új, komplex lehetőségeit adja számunkra. Sokféle művésztelep működik a Kárpát-medencében, és a műalkotások igen jelentős része művésztelepeken születik, vagy pedig válaszol valamilyen módon a művésztelepen eltöltött időkre és tevékenységekre. A mi telepeink közös jellemzője, hogy az alkotók zöme Rákosmentéről indult. Tóth Tibor Rákosligeti szakköréből. Tóth Tibor volt az, aki alapította, és 1969-től 83-ig vezette a gyulai művésztelepet. Ez a tanítványság és a közös lakóhely iránti szeretet alapvető közösségi élményünk. Az összetartozásunk alapja Gyulán és Káptalanfüreden is. Mégis a két alkotótelep gyökeresen eléggé különbözik egymástól. Rácz Katalin hozzátette, a gyulai művésztelepnek több mint 50 éves hagyományon alapuló munkamódszere van, és általában több hetes időtartam alatti intenzív és a természeti látvány élményéből kiinduló közös alkotói folyamat jellemzi. A Káptalanfüredi pedig 2021 nyarán alakult meg, a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság szervezésében, mint kísérleti művésztelep.
A gyulainak több mint 50 éves hagyományokon alapuló munkamódszere van. Általában több hétig tartózkodunk a városban. Ez idő alatt intenzíven a természeti látvány élményéből kiindulva dolgozunk, vagy kint a városban, vagy bent a műteremben. A telep vonzereje elsősorban a modell utáni rajzolás, festés, mintázás. Egy kollégiumban lakunk, a pár hét alatt együtt töltjük az időnk nagy részét. Az együttalkotás, az előadások, a közös programok, a nagy beszélgetések elősegítik az együtt gondolkodás, a közös szellemi műhely alakulását. És a tanítványok művészeti nevelése, a pályakezdők támogatása is fontos célkitűzés számunkra. Gyula városa sokra becsüli az évtizedek óta működő telepet, értékeli, hogy a meghívottakon kívül a helyi, környékbeli művészeknek és művészet iránt érdeklődőknek is lehetőségük van bekapcsolódni a telep munkájába és dolgozni a műtermekben. A művésztelep és tevékenysége része lehet az ottani mindennapi életnek, befolyásolhatja a helyi identitást, erősítheti kapcsolatunkat a helyiekkel. A 17. kerületi érdeklődők már több kiállításon is találkozhattak a gyulai művésztelepen készült művekkel. A káptalanfüredi telepünk kerületi kezdeményezésként indult itt Rákos mentén 2021 nyarán, a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság szervezésében. A Ferenc és Zsuzsa Orosz-Karcsi házaspár kísérletképpen felajánlotta Rákos kerti kertjüket arra, hogy egy hétig sűrűbben találkozhassunk, közösen gondolkozhassunk a művészetről és a világ folyásáról. A Covid okozta elzártság után megújulásra vágytunk, ezt tükrözte a művésztelepi gondolat megújítása is. Közös elhatározás alapján egy olyan tematikát határoztunk meg, ami tágteret biztosít a kreativitásnak, és új célként jelent meg a művészet szintetizálása és a kísérletezés. Hát ugyanakkor kapcsolódik a jelenlegi életünkhöz és a helyszín adta lehetőségekhez is. Eredményeinket tavaly bemutattuk ugyanitt a közösségi ház termeiben, újrahasznosítás címmel. 2022. szeptemberében lehetőségünk nyílt Káptalanfüreden Rákosmente önkormányzatának gyermeküdülőjében eltölteni egy hetet. Teljesen más környezetben, az erdő közepén, elbűvölve a természeti környezet szépségétől, de a Balaton felvidéki épített örökség, múzeumok, kiállítások mozgalmas közelségében más típusú lehetőségeink adottak. Már csak azért is, mert azon a héten rengeteget esett az eső. Így kevesebb lett a festés kinn a természetben, nagyobb hangsúlyt kaptak a környék megismerésére indított kirándulások. Ezen az egyhetes intenzív terápián a művészeti munka oldaláról előtérbe került az eredeti elképzelésünk a kísérletezés, a kreativitás, az inspirációk alapján. Kilépés a hagyományos megközelítésekből és a megengedett a stílusok sokfélesége is. Természetesen az egy környezetben, egy helyen lakás, a közös programok, az összezártság itt is lehetőséget adott az együtt gondolkodásra, egymás jobb megismerésére, nagy beszélgetésekre, a kreatív ötletek megvalósítására inspirálva minket. A megnyitó esemény Lakatos József Péter versmondó szavalataival zárult. De szép is lenne a világ, ha hagynánk, hogy szép legyen. Az idei évben is megrendezésre került a Miénk a tér elnevezésű esemény Rákos Csabán. A Rákosmente önkormányzatának támogatásával és a Rákos Csabai Közösségi Ház szervezésében megvalósuló családi nap keretében változatos térprogramok és színpadi produkciók várták az érdeklődőket. A nap folyamán többek között a kerületi óvodák, művészeti csoportok mutatták be tehetségüket, mindemellett pedig a Fricska táncegyüttes és a The Sign zenekar is fellépett. A megjelenteket Horváth Tamás polgármester és Virág Mihály önkormányzati képviselő köszöntötte.
idén is nagy érdeklődés mellett zajlott le a Miénk a tér elnevezésű rendezvény Rákos Csabán. Május 20-án ugyanis már kora délelőtt megtelt a kerületrész főtere. A Rákos Csabai Közösségi Ház szervezésében és Rákosmente önkormányzatának támogatásával megvalósuló rendezvényt Horváth Tamás polgármester nyitotta meg, aki egyebek mellett kifejtette, fontos szerepet töltenek be a 17. kerület életében a mostanihoz hasonló közösségi események. Minden évben nagyon jó rendezvények készülnek itt, és köszönöm ezt a Vigyázó Sándor Művelődési Ház dolgozóinak is, hogy minden évben ezt itt megszervezik nekünk itt Rákos Csabán. Ugye a lokál patriotizmus nagyon erős, és ezért is fontos az, hogy a kerület különböző részein, ugye 5 településből tevődik össze Rákosmente, mindenhol fontos, hogy egy ilyen rendezvények szülessenek, hiszen egy kicsit a lakóhelyünk környezetét, de egymást is könnyebben meg tudjuk így ismerni. A program összeállításakor a fő szempont az volt, hogy a legtöbb korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, mondta el Hámori Tíma, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ és tagintézményeinek igazgatóhelyettese, aki hozzátette, délelőtt főként a gyerekeknek szóló műsorokon vehettek részt az érdeklődők. Mindenképpen arra törekszünk, hogy az egész családnak nyújtsunk olyan programot, ahol kicsik és nagyok is egyaránt megtalálják a számukra értékelhetőt, illetve fontosat. Délelőtt folyamán bábszínházi előadással kezdtünk az Aranyszamár Bábszínházzal, majd utána saját iskolás óvodás csoportok és saját csoportok bemutatói zajlottak folyamatosan a színpadon, és egy kutyás bemutatóval zártuk a délelőtti programot. A szervezők térprogramokkal is készültek, ugyanis a helyszínre több egyesület és civil szervezet is kitelepült, a gyerekek pedig a lovaskocsizást és különféle játékokat próbálhattak ki egyedül vagy szüleikkel. Délután a pódiumon helyi tánccsoportok szórakoztatták a közönséget. Őket pedig a Fricska Tánc Együttes követte, akik 2014 óta számítanak a világ leggyorsabb néptáncosainak. Mi a Fricskával 2009-ben azért alakultunk, hogy népszerűsítsük a néptáncot, és a Kárpát-medence kultúrájából merítkezünk. Ugye mi autentikus néptáncot táncolunk, de egy modern köntösbe próbáljuk ezt bemutatni, és így próbáljuk népszerűbbé tenni, divatosabbá tenni a fiatalok számára a néptáncot. Itt most egyébként voltak ilyen fantáziaritmus jellegű, dinamikus férfi táncokból feldolgozott táncok, de az autentikus vonalat is nagyon szeretjük bemutatni, és éppen ezért mezőségről, ördöngős füzesről láthattunk egy ritka magyar koreográfiát itt igazából. Azt nagyon szeretjük azt a vidéket, és nagyon szeretjük az énekét is, úgyhogy a dal, ami szól egyébként a koreográfia alatt, arra mi énekeltünk föl stúdióban. Nagyon szeretjük a közönséget bevonni a produkcióinkba, egyébként ez Máténak, az öcsémnek volt így a veszőparipája, ha lehet ilyet mondani, amit hú, hát ott azért mi jó sokat veszekedtünk amiatt, de végül így hát beadtam a derekam, hogy jó, legyen, és aztán hát végül is tapsoltak. Mindig azt éreztük egy kicsit, hogy a közönség az így szeretne interakcióba lépni velünk, és egy kicsit így közösen úgymond zenélni így a testünkön, mert ugye azért mi is egyfajta ilyesmit csinálunk, így a testünket hangszerként használjuk, és hát igen, és amikor ki tudtunk így találni egy ilyen kapcsolódáspont, ezt a tapsoltatást, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen kiaknázatlan terület, és hát sok-sok ilyen kis gyakorlatunk, és ilyen szórakoztató ellenünk, és azt látjuk, igen, amit a Máté mond, hogy a közönség szeret így bekapcsolódni a produkcióba, és együtt tapsolni velünk ritmust, hogy aztán ez egy kicsit ilyen közös élményi váljon a végére. Mik a tervek a jövőre vonatkozóan? Mire készültök még az idei évben, vagy a közeljövőben?
ősszel szeretnénk egy új egész estés táncszínházi produkciót bemutatni. Már van egy korábbi ilyen táncszínházi produkciónk Ritmus Akrobaták címmel, emellett készülünk egy újjal, és hát most júliusban egyébként, ami nagyot fog szólni, az Erdélybe a Tóth Gabival van egy közös koncertturné sorozatunk július elején, és hát azt már nagyon várjuk és nagyon készülünk rá. Emellett egyébként gyerektáborokat tartunk. Belefogtunk igazából így a gyerekoktatásba, egy ilyen nagy lendületet vettünk, és a óvikat kerestünk meg, és így önkéntes alapon igazából, hogy néptáncot népszerűsítsük, bemegyünk óvodákba, és ott tartunk kreatív táncos foglalkozást a gyerekeknek. Mindezt úgy, hogy egyébként kitaláltunk ilyen játékokat, és ilyen játékokba rejtjük el a különböző mozgásfejlesztő, ritmusérzékfejlesztő gyakorlatokat, és így próbáljuk velük megszerettetni a mozgást, és hát egy picit becsempészni a néptánc és a népzene szeretetét. Ezt követően Virág Mihály, Rákos Csaba önkormányzati képviselője megköszönte a szervezők, illetve a fellépők munkáját, továbbá felidézte a program létrejöttének körülményeit. Néhány éve, amikor ez a tér elnyerte a mostani formáját, megpróbáltunk kitalálni valami olyan közösségi napot, ahol a régi, hagyományos Rákos Csabai falusi búcsúnak a hangulata előjöjjön. Én úgy gondolom, hogy a búcsút követő fél évszázaddal a mai kornak és a mai viszonyoknak megfelelően sikerült összehozni egy ilyen közösségi építő, csodálatos napot. Mindenki éhes és mindenki vár, de mi lehet a közös, amit egyformá? Az idei esemény a The Sign zenekar fellépésével zárult, akik az eddig megjelent két lemezük dalaival érkeztek a 17. kerületbe. Alapvetően nagyon szeretjük ezt a felállást, amikor ilyen vegyes a generáció, ugyanis a mi zenénket is így általában a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki szokta szeretni. Ez nekünk egy jó visszajelzés, mert akár merre megyünk, nincs az, hogy akkor most szedjünk olyan dalokat, ami ide nem való. Szóval az a repertoárra jövünk, ahova egyébként bárhova máshova. Ez a mi saját repertoárunk, két lemeznek a tartalma. A 2012-ben Miskolcon megalakult együttes egyszerű garázsbandaként indult, viszont az elmúlt évek alatt egy díjnyertes és folyamatosan koncertező formációvá nőtte ki magát. Mi gyerekkori barátok vagyunk, 2012-ben alakultunk, 13 évesen. Azóta az ötfős zenekarból egyetlen egy pozíció változott, háromszor, a basszusgitáros poszt. Ezen kívül négyen mi nagyon összetartóak vagyunk, és hát látszik, hogy azért itt egy barátság van, egy szoros barátság, és ezért is tart itt a zenekar, és évről évre úgy érzem, hogy sikerül erőrébb jutunk, de nagyon élvezzük ezt az egészet, és örülünk, hogy itt lehetünk. Hát nálunk sajnos diktatúra van ilyen értelemben, mert én vagyok az ilyen kultfő, általában én hozom az ötleteket, nekem van otthon egy stúdió, én ezzel is foglalkozom egyébként, és nálam kerülnek kidolgozásra a dalok, de mindig a srácok is hozzáteszik a saját részüket hangszeresen, ugye Bálint basszusgitárral, Török Dani gitárral, Ábel gyakran a doboknál segít, hogy ott hogy legyen a történet, szóval összerakjuk mi közösen, csak én vagyok a, nem tudom, 70%. Élj ma rá, ez a perc most, ez az élet, félni kell. Ez a perc most, ez az élet, bármi bár. Oh, ez a perc most, ez az élet, lépj tovább. Ez a perc most, ez az élet, ez a perc most, ez az élet, ez a perc most. Ez az élet. Én ahogy megkaptam az első gitáromat, már rögtön dalokat írtam rajta. Szóval ez a hangszertanulás is így hamar dalírásba, nem tudom, fulladt, vagy lyukadt ki. És engem mindig is érdekelt az, hogy valamit közölni akartam, és visszanézve a régi dalamat, már akkor is ilyen mindenki egyenlő, meg ilyesmi címmel írtam dalokat, és egész komoly üzenetekkel, szóval én valahogy mindig így ilyen kicsit ilyen társadalomformáló dolgokat akartam mindig megírni, és ez részben most is igaz ránk szerintem. Vissza fogunk térni Budapestre, még nem árulhatjuk el, hogy hol és mikor, de közé fogjuk tenni. Valamint lesz még több koncert is, ha minden igaz, a Bagossi Brothers Company előtt is lesz egy koncertünk valamikor augusztusban.
Ezen kívül dolgozunk az új lemezen, harmadik lemezünk az most fog megjelenni, úgyhogy a háttérben nagyon mennek a munkálatok, és szerintem, bár mindig ezt mondja mindenki, eddig a legjobb lemezünk érkezik, és legérettebb, legprofibb, úgyhogy bízom benne, hogy a ősszel megjelenik, és akkor még egy nagyobb lépést tudunk előre haladni. Alapvetően a 80-as évek fogja inspirálni, gitáros szint is zene lesz. Hát aki ismeri a The 1975 nevű zenekart, angol zenekar, ők nagyon-nagyon nem tudom, szimpatikusak nekünk, és nagyon szeretjük őket, és valami olyasmi zenei világot szeretnénk. A szervezők elmondták, családi eseményük a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is szép számú érdeklődés mellett zajlott le. Vivaldi Rákos mentén címmel tartotta meg évzáró koncertjét a Concerto Filharmonia zenekar május 23-án. Az esemény keretében a Bartók Ami pedagógusaiból és zenészekből álló formáció előadásában Vivaldi és Joseph Haydn művek hangzottak el a Ritz Levente Sport és Rendezvényközpontban. Az eseményen tiszteletét tette Horváth Tamás polgármester és Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő is. Évzáró koncertet adott a Concerto Filharmonia zenekar Vivaldi Rákos mentén címmel. A Ritz Levente Sport és Rendezvényközpontban megtartott eseményen Vivaldi mellett Haydn művek is felcsendültek. Balogh Lázár karmester, a Bartók Ami intézmény vezetője elmondta, évek óta hangversennyel búcsúztatja a tanévet a formáció, azonban a tavalyi esztendőben indították útjára azt a koncepciót, amely szerint egy-egy ismert zeneszerző műveiből válogatnak a program összeállításakor. Mint utalt rá 2022-ben Beethoven, idén pedig Vivaldi került ilyen módon sorra. A zenekar első 19 évében néha tartottunk évzáró koncertet, néha nem volt ebben tulajdonképpen egy olyan fontosabb koncepció, de azért szeretjük ezt a műfajt, mert a közönségünk is nagyon szereti, ilyenkor már úgy arccal a nyári szünet felé a gyerekek is jobban rá tudnak hangolódni egy ilyen hangversenyre. Úgyhogy az elmúlt két évtizedben, mert jövőre 20 éves lesz a zenekar, sokszor tartottunk már ilyen évzáró koncertet, például a Bózon Gyula Színházban is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy oda is egyszer majd esetleg visszatérhessünk. Tavalyi évben azonban egy hagyományt indítottunk útjára, tavaly Beethoven Rákos mentén címmel tartottunk koncertet, az idei évzárónak pedig az a címe, évzáró hangversenynek az a címe, hogy Vivaldi Rákos mentén. Úgyhogy egy ilyen hagyományt szeretnénk elindítani, hogy mindig valami Rákos mentén lesz a címe a hangversenynek, és ezzel azt szeretnénk kifejezni, hogy ennek a zenekarnak az a küldetése, hogy a tőlünk tehető legjobb színvonalon idehozzuk a kerület lakosságának, közönségének, elsősorban persze a művészeti iskola növendékeinek, de azon kívül mindenki másnak is a komoly zenének, a klasszikus zenének a gyöngyszemeit, különlegességeit. Vannak kevésbé ismert művek is a mai koncerten is, illetve vannak hát olyan nagyon ismertek is, mint Vivaldi négy évszakból a nyár, ami hát szerintem, aki nem annyira koncertre járó közönség a közönségből, hát ők is valószínűleg már hallottak róla, ismerik. Thank you.
általában három dolgot igyekszünk szem előtt tartani. Egyrészt szeretünk valami szimfonikus művet játszani. Ugye sok oratórium koncertünk is van, de ilyenkor egy, ami jól megmozgatja a zenekart, egy komoly szimfóniát előveszünk. Ez lesz most Haydn-nak a Katona szimfóniája, és ezzel rá is térek a második pontra, aminek meg az a lényeg, hogy ha csak tehetjük, akkor azért a hát úgy mondom, a profi muzsikus gárdába valahogy szeretjük beilleszteni, vagy szeretjük lehetőséget adni a zeneiskola növendékeinek is. A Katona szimfóniában például az ütőhangszeresek, azok a klasszikus ütőtanszak növendékei lesznek, illetve szólistáink is lesznek, két nagyszerű oboás, akik egyikük német Borbála, ő felvételt nyert, hát több szakiskolába is, tulajdonképpen az összesbe, de szóval a Szent István Zeneművészeti Szakgimnáziumban kezdi meg a tanulmányait majd szeptemberben, illetve Sztrányai Milán, aki hát azon kívül, hogy fantasztikus matematikai tehetsége van megáldva, és mindenféle ilyen versenyeket is megnyert. A mi oboa tanszakunkon is rengeteg versenygyőzelem van a háta mögött, és idén is többek között, most már ő régóta jár hozzánk, úgy hívják, hogy továbbképzős évfolyamra jár, tehát már a nagyon felső évfolyamokat végzi, és van egy verseny, amit kifejezetten a továbbképzősöknek írnak ki, és ő azon az országos megmérettetésen lett harmadik, ami azért is nagy szó, mert itt nem külön, ez nem külön oboa verseny, hanem hát úgy ömlesztve mindenféle hangszer versenyezés, hát szóval ez egy fantasztikus eredmény országos versenyen ilyet elérni. És a harmadik szempont meg az, hogy hát fantasztikus művészek tanítanak a mi iskolánkban, és hát ezt szeretjük kihasználni, és teret engedni nekik, úgyhogy Vivaldi négy év szabol a nyarat, pedig Csonka Gábor fogja játszani, aki pedig hát egy fantasztikus hegedű művész. Balogh Lázár továbbá felidézte a Bartók ami pedagógusaiból és zenészekből álló együttes elmúlt 19 évét, és mint utalt rá, mind a Concerto Filharmónia zenekar, mind pedig maga az iskola egy fantasztikus tanévet tudhat maga mögött. Hát fantasztikus az a fejlődés, ami az elmúlt 19 éve végigment a zenekarban. Ugye 2003-ban alakult a zenekar, 2004 tavaszán volt az első hangversenyünk a Vigyázóban, az akkor is, akkor a zeniskolának a Bartók napok rendezvény sorozatában. És akkor azzal a céllal jött létre ez a zenekar, hogy a színvonalas komolyzenét, szimfonikus komolyzenét tudjunk játszani itt a kerületben, és ezért jött össze ez a társaság, akik a Törzsgárda, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolának a tanárai, elsősorban a vonós tanárai, de persze műsortól függen csatlakoznak hozzánk a fúvósok, ütősök is, ahogy ez ma este is lesz, illetve olyan műkedvelő zenészek csatlakoztak hozzánk, akik hát amúgy a maguk hangszerén fantasztikusan jó színvonalon játszanak, és annak idején a Bartók Béla iskolának voltak a növendékei. Talán akik régóta ismerik az iskolát, ők emlékeztetnek a Liget kamarazenekarra, amit még annak idején Klács Gusztáv vezetett. Hát őket tekintjük egy kicsit az előképünknek, hogy az ő küldetésüket is szeretnénk folytatni. Vannak egyébként a zenekarban olyan muzsikusok, akik játszottak még a Liget kamarazenekarban is.
a zenekarnak volt egy csodálatos oratórium koncertje tavasszal a Rotunda Énekegyüttese és a Harmónia Női Karral. Volt egy fantasztikus karácsonyi hangversenyünk, azt az iskola ifjúsági zenekarával közösen és a Maglódi Vegyes Karral közösen tartottuk, illetve hát megtartottuk a szokásos őszi oratórium koncertünket is. Úgyhogy a zenekar mögött egy csodálatos évad áll, fantasztikus repertoárral, tényleg rengeteg művet tanultunk, új darabokat, amiket sosem játszottunk még. Tulajdonképpen a ma esti koncerten is. A Vivádi Nyarat már játszottuk, a többit még most játszunk először. Az iskolában pedig hát ott is fantasztikus eredmények, ugye a két óváson kívül még rengeteg eredményt tudnék felsorolni, versenyeredményeket, fantasztikus felvételi eredményeket, úgy a zenészeknél, mint képzőművészeknél szokás szerint. Csak a legfrissebbet hagyd mondjam el, mert azt hiszem 3 évente rendezik meg az országos balettversenyt. Az egy hihetetlenül rangos esemény, az oktatási hivatal szervezi, és tényleg nagyon ritkán kerül rendezésre, és az mutatja, hogy milyen színvonalú munka folyik az iskolának a balett tanszakán, hogy szinte 3 évente mindig mi hozunk el minden díjat, tehát már kicsit félve várnak minket, remélem legalábbis, szóval, hogy hát a nevünk az ott forog az egész ország minden művészeti iskolájának a tudatában, és hát ez idén is így volt, 4 kategóriában lehetett nevezni, a mi iskolánk 4 kategóriában indult, és mind a 4 kategóriában mi hoztuk el az első helyet. Úgyhogy ez most a legfrissebb élmény, úgyhogy egész még mindig a fellegekben járok ezzel a dologgal, de hát aki a balettverseny előtti héten látta a balett előadásunk, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, az is meggyőződhetett róla, hogy az a hamupipőke milyen gyönyörű volt, és hát hogy milyen munka folyik nálunk. Úgyhogy sokáig tudnék még erről beszélni, egy fantasztikus 2022-2023-as tanév van az iskola mögött. A Concerto Filharmonia zenekarnak 2014-ben volt az első hangversenye, jövőre pedig már a megalapítás 20. évfordulójára készülnek, amely alkalmat a tervek szerint egy nagyszabású koncerttel ünnepelnek majd meg közönség előtt. Ennyi volt már a Kaleidoszkóp, a Rákos Mente Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is, viszontlátásra!